Üdvözlőjük kedves nézőinket az ELTE Online interjúsorozatának első adásában, ahol Bobek az első vendégünk. Szervusz, Bobek! Szervusz! Akkor idejöttél, milyen érzések kavarogtak benned? Tele vagyok, rengeteget ettem. Éppen nagyon dühös vagyok egy mobil szolgáltatóra. Ilyen mély vagyok ma. Mikor kezdtél az ELTE-n tanulni? Egy évvel ezelőtt iratkoztam be így a mesterre. Ugye előtte a Bécsbe tanultál. Milyen élményeid vannak, hogy miben különbözik egy ilyen magyar ELTE-s képzés egy bécsi képzéstől? Őszintén szóval nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít. Ami nagyon-nagyon különbözik, az a tanárok hozzáállása, szóval hogy azon, hogy Bécsben így igazából, szerintem mindenki, aki tanult külföldön, azt tudja, hogy így, vagy legalábbis nyugatabbra biztosan így van általában, meg az ilyen német sulikban, meg osztrák sulikban, hogy egyáltalán nem kommunikálsz a tanárral órán kívül. Szóval nincs, a tanárra nem hagyatkozol, ráadásul nekem 2 szakdolgozatot kellett írnom, pedig csak egy szakom volt, és egyáltalán nem konzulensed van, hanem órákat választasz, és valamelyik órának az lesz a neve, hogy BA paper, és azon megírod az egyik BA dolgozatodat, aztán egy másik órán meg a másikat. Szóval, hogy nincs tanár-diák kontakt egyáltalán. Megcsinálod angolul, anglisztikán, de 45 kreditet kell csinálni németül, és én abból az egyiket, a hungarológiát választottam, mert azt gondoltam, hogy könnyű lesz, tévedtem, mert németül nehéz a magyar. A másik pedig skandinavisztika volt, ami szintén németül volt, és szintén borzasztóan szenvedtem. Amikor Bécsben laktam, akkor igazából letettem a lantot, hogyha ezt lehet így mondani, szóval, hogy amikor Bécsben laktam, akkor egyáltalán nem zenéltem szinte semmit. Írtam magamnak dolgokat, de eléggé, ez egy ilyen nagyon mély 3 vagy 2,5 év volt. És többek között azért is jöttem haza, mert nem tudtam egyszerűen abban a világban úgy működni, hogy én szerettem volna. Mi hiányzott a leginkább? Semmi sem hiányzott, de van Ausztriának már egy olyan jóléti társadalom tulajdonsága egyszerűen, amivel én még nem vagyok szerintem kompatibilis. Nagyon-nagyon máshogy működnek az emberek. Egyáltalán nem közvetlenek veled, nem nagyon szeret feltétlenül a magyar bevándorlókat, vagy legalábbis ez jött le. Szóval, hogy igazából hiányozni nem hiányzott semmi, de éreztem, hogy nem stimmel valami. A művészet a nyelvéül, miért pont az angolt választottad? Nem akartam soha magyarul szövegeket írni, soha nem volt bennem ilyen fajta inklináció. Őszintén szólva, magyarul szerintem rossz szövegeket írok. Nem tudom, hogy angolul jó szövegeket írok-e, de az biztos, hogy az egóm nem sérül akkor át angolul. És a fejemben mindig az van, hogyha magyarul írok, akkor nem akarok rosszabb lenni, mint Kosztolányi. És egyszerűen magyarul van ez a fajta érzésem. Lehet, hogy angolul is kéne, hogy legyen, hogy ne legyek rosszabb, mint Joyce, de angolul nem érzem ugyanezeket a különbségeket olyan durván, mint hogyha mondjuk magyarul kéne szöveget írnom. A zene alkotásban te mennyire veszel részt, hogyha mekkora részt veszel ki abból? Azt tudom, hogy te írod a szövegeket akkor biztosan, de hogy a zene keverésbe vagy a zene producerezéséből te mit vállalsz át? Bölcsész vagyok, nem értek a gombokhoz. Szóval egyáltalán nem értek semennyire a hangtechnikának. Az ilyen a stúdió oldalához biztosan nem. Annyit értek a színpadból, amennyit tudnia kell egy színpadmesternek, mert akint szoktam dolgozni, tehát azokat a dimenziókat ismerem, hogy hogyan működik egy színpad, milyen lámpát kell bedugni, de hogy így meg mit nem szabad. De egyébként ilyen zenei téren én csak zongorázni tudok, szóval hangszerelni nem én hangszerelem a dalaimat, olyan módon, hogy nem én játszom őket föl, nyilván, hogy mondjam, rá kell bólintanom, vagy nemet kell mondanom a dolgokra, de nem játszom más hangszeren. Szóval, de minden dalt én szerzek. Nem tesz bele senki olyat, szerintem, eddig nem volt ilyen, azt hiszem, ami nem az én ilyen gyermekem lenne. És
a klippekből, te mennyire, tehát hogy mekkora részt választott? Gondolod ki a képi világot, mert ugye nem tudom, ha jól láttam, 4 klipped jelent meg, de ezek a képi világokban is nagyon eltérők, meg nagyon más a stílusok is mindegyiknek. Úgy csináltuk, az van, hogy eredetileg sokkal hosszabb, meg ilyen explicitebb klipeket szerettem volna csinálni, de éreztük, hogy egyszerűen egy EP-nek ez nem lesz, nem legitim, velem egyáltalán nem volt így összhangban az, amit én kitaláltam magamnak, ami egy hülyeség, de az embereknek ezeket fel kell fedezniük, gondolom, magukkal kapcsolatban is. És aztán végül úgy döntöttünk, hogy az első klip, ami kijött, az I Am Not, az legyen egy klip, ami igazából csak egy kép, és hívjuk ezeket inkább vizuáloknak, mert egyrészt büdzsé barát, másrészt sokkal inkább elérünk vele egy olyan fajta célt, amiben megállapítjuk a dalnak az identitását. Vagy az első dal az igazából arra szolgált, hogy az első klip, hogy megállapítsuk azt, hogy ki a Bóbek. A második dal, aminek kijött a klipje, ha jól emlékszem, az a Red Stars volt talán a második klip, és ezt meg igazából úgy gondoltuk el, hogy legyen egy ilyen epizódikus hangulata, mert végül is kvázi megtörtént eseményeken alapul, a valóság meg szoktam villamosan ülni magyarul, és akkor erre kiválasztottuk a nagyon-nagyon kedves barátunkat, a Samot, aki a grafikai ilyen dizájnokat is csinálja mindig nekem, meg még millió más embernek, hogy szerepeljen már a klipben, és akkor így együtt töltöttünk egy napot én, a menedzserem a Barbie, a Jim Cinco, aki csinálja a klipjeimet, vagy hát az eddigieket biztosan, meg a Sam, és akkor az mondjuk inkább volt ilyen kollaboráció, de leginkább azzal volt kollaboráció, hogy melyik villamos mikor megy. És lekéstük hangulatosan az utolsó 49-est, úgyhogy egy jó 4 órát együtt vártunk, addig így gondolkodtunk. Szóval igazából a klipjeimért nem mondanám, hogy én felelek, inkább a Jimre bízom őket. Szerinted Beck Boróka és Bobek között van átfedés, vagy hogy milyen ilyen átjárás van a művész életben és a valóságos élet között? Szerintem olyan értelemben biztosan vannak meccéspontok, hogy nem nagyon írok dolgokról, aminek nem releváns a hétköznapi életemben. Szóval, hogyha írok szerelemről, akkor az, ahogyan én látom a szerelmet, vagy hogyha írok, nem tudom, bármi szomorúról, az általában az a szomorú dolog, ami vele megtörtént, vagy mit tudom én, az Everything from Everyone-ban az van, hogy volt egy ilyen nagyon kezdeti kép, sétáltam Bécsben, megláttam virágokat, távolról azt hittem, hogy szemét, arra gondoltam, hogy ó, ez milyen szép, közel mentem, és látszik, hogy virág, érted? Ó, mélyen szánt, és akkor ebből írtam egy dalt, szóval, hogy általában azért azon alapul, hogy én mit tapasztalok, vagy én hogyan látom a világot. De nem mondom, hogy ne, de ez azért nem lehet 100%-ban igaz, mert akkor hazudnék. Bobek nagyon szentimentális. Igen. De cinikus is amúgy, Igen. szerintem. Vannak ilyen tapasztalások, vagy szomorúságok, amiket szerintem dalszövegben egy kicsit passzív-agresszíven, vagy néha passzív-agresszíven, néha cinikusan sikerült feldolgoznom. De azt majd így meglátják talán az emberek. De egyébként főleg szentimentális vagyok. Bobek egy nagyon ilyen morfondírozó, vagy ilyen, mindig egy ilyen gondolkodó stádiumban mutatja meg magát. Ez így van, szerintem. Ez ilyen overthinking. Most írtam egy dalt az osztálytalálkozomról. az pedig nagyon gonosz dal, szerintem. Beszólogatsz a ex-osztálytársaknak? Nem, csak úgy általában a világnak. De őket használom föl eszköznek ebben a beszólogatásból, igen, azt hiszem. De nyilván nem tudom, nem gondolom magam feltétlenül nagyon gonosznak, szóval igyekszem nem annak mutatkozni. Zárásképpen tudnál nekem két olyan dolgot mondani az eltéltés eltöltött időd alatt, hogy milyen pozitív dolgokat tapasztaltál az egyetemi életben a képzés terén? Nagyon sok van szerintem. Nagyon-nagyon szeretem a tanáraim, szerintem 99%-át, ezt bizton állíthatom. Szóval, hogy voltak olyan óráim, tavaly mondjuk a lírai balladák, az egy ilyen óra volt, ami nekem mindegyik óra végén így azt éreztem, hogy így kinyílt valami, ilyen harmadik szemem.
Szóval, hogy az egy csodálatos érzés szerintem az ELTE-n, vagy legalábbis az angliztika mesterén, hogy vannak olyan órák, és nem ez az egy volt, de ez az én meghatározó élményem. De egy csomó olyan óra van, amikre beülsz, és másik emberként jössz ki. És talán azt mondanám, hogyha volt olyan frontális óra, ami 100%-ban megérte, az biztos, hogy véletlenül vettem fel a bevezetés a történettudományba. Nem tudom, hogy miért bukkant föl, hanem nem tudom, úgy döntött, hogy ki nekem, vagy nem tudom. De az is olyan volt, hogy beülsz a hatalmas, beülsz eleve a Gulyavárba, milyen épület az, te jó ég. És akkor az első fél évemben eltésként, Jézus Krisztus, mi ez? Beülsz, és akkor olyan teoretikai dolgokról van szó, amikről sosem hallottál. Szóval ez nagyon jó volt, hogy így konfrontálhattam egy csomó ilyen félelmemet is az ELTE-vel kapcsolatban, és általában pozitív élményé fordult át a félelem. Mint említetted, az eltések élete nem csak játék és mese. Úgyhogy mi volt az a két legrosszabb dolog, amit itt tapasztaltál az eltén, és amit mindenképpen változtatnál? Amit mindenképpen változtatnék. Kérem vissza az automatámat, hova tűnt az automatám, minden nap ott volt az automatában, várt rám a Liptonom, és visszatértem, és nincs ott. Ez közepes fájdalommal töltött el. Úgyhogy azt mondanám, hogy az automata választékkal nem vagyok elégedett, de talán ez egy nagyon felszínes gondolat, de azt hiszem, hogy ez az idei, ez idei őszi fél évnek a fő problémája az életemben. Nem is tudom, mit változtatnék meg. Igazából általánosságban a magyar oktatási rendszer, meg a magyar bármilyen rendszer bürokráciája szerintem nagyon bonyolult, és teljes mértékben átláthatatlan, szóval hogy én le akarok adni egy címbejelentő lapot, ahhoz nagyon sok lépésen kell túlesnem, és minden tanszéknek hasonló, de kicsit más lépések vannak ebben a buliban. Szóval hogy a bürokráciát nem feltétlenül szeretem, de szerintem ez talán mindegyik egyetemre igaz, Magyarországon biztosan. Bécsben nagyon egyszerű volt a bürokrácia, úgyhogy ez egy pont nekik. Nagyon szépen köszönjük, Bobek, hogy itt voltál. Én köszönöm. Tudod esetleg, hogy mikor láthatunk téged következőre élőbe fellépni? Igazából majd még alakul. Nem tudom, hogy idén mi fog még történni, mert eredetileg mostanában már fel kellett volna vennem a lemezemet. Ez nem történt meg. Úgyhogy sajnos az, hogy ősszel még játszom Budapesten egy lemezbemutatót, az valószínűleg meghiúsult lassúságom okán, de biztos vagyok benne, hogy december-január környékén lesz egy lemezbemutató majd Pesten, szóval az izgi lesz. Na, nagyon várjuk, és akkor még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És kövessetek Bobeket, illetve az ELTE Online, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!